Számítógépes grafikával foglalkozik, arculatokat gyárt Meleg Andrea. A pécsi selyemfestő szabadtéri műhelyében alkot. Azt mondja, teljesen mások a színek, az anyag állaga, mintha egy fedett zárt térben dolgozna. Nem beszélve a fantázia szárnyalásáról. A kertjében találkoztunk Andreával. A tenger mellett készült munkájáról beszélt éppen. Hát ezt a technikát kifejezetten a legforróbb napokon, főleg a tengeren lehet használni. Ez a kapri cserjének egy napig él ez a virága, este kinyílik, mi délelőtt leszedtük, de délre már úgyis elhervadna, és bevizeztük a sejmet, ezt a tokot, rátesszük a növényeket, és az árnyékától, ez az ozmózis nevű technika, az árnyékától így rávarázsolódik a virág. Úgyhogy ez nagyon érdekes, és kifejezetten csak is a legforróbb napokon lehet. Ez egy kicsi gaz, amit ott a házunk mellett találtam, tehát nagyon-nagyon érdekes, és ez csak ott, és megismételhetetlen, és csak nyáron lehet készíteni. Már mások is járnak selyemfestő kertjébe alkotni, akiket nagy szívvel segít, tanít eme csodálatos mesterség művészet fortéjaira. És mindezt miért is csinálja? Azt mondja, önzetlenül önző. 15 éve került az életembe, így komolyabban, és először csak így szabadidőmben, amikor éppen nem volt annyi munkám, aztán így egyre e felé megy most az életem, mert saját magam is alkotok, a képeket, sálakat, táskát, neszeszereket, és másoknak is szívesen mutatom meg ezt a technikát. Valahogy önző módon önzetlen vagyok, hogy magamnak szerzek örömöt azzal, hogy megosztom a tudásomat másokkal. Búvároktatással is foglalkozik Andrea, ez munkái meg is látszik. Számtalanszor merít témát a tenger élővilágából műveinek megalkotása során. Ez a kettő megy párhuzamosan, nem mindig kerül elő, csak ha valaki meglátja a sejmeimet, akkor látja ezt a könnyedséget, ezt a lebegő érzést, és akkor van, hogy elárulom, hogyha nem tudja, hogy igen, teli találat, hogy az van rajta, mert hogy egy tapasztalatból születnek ezek a könnyed lebegő sejmek. Így a kettő, a sejemfestés és a búvárkodás valahogy összeadódik, és inspirálódom egyikből a másikat. Tehát ez elválaszthatatlan most már nálam a kettő. Aki elmegy hozzá festeni, mindent kap, anyagot, festéket. Nem kell beszerezni és vinni semmit. A szabadtérben sok minden a hőmérséklettől függ, mondta. Itt, hogyha nagyon meleg van, egész másképp kell festeni, mint egy hűvös szobában. Tehát attól függ, milyen a hőmérséklet, milyenek a szélviszonyok, a napviszony, ahhoz alkalmazkodunk. Tehát ez a legfontosabb most amúgy is a világunkban az alkalmazkodás. Főleg itt, ahol a hűs filagória alatt lehet festeni, de aki szeretne, a napon is lehet, és nagyon gyorsan szárad. Ez a festék, amit én használok, ez ha egyszer megszárad, beleszárad a sejembe, utána már nem lehet mit kezdeni vele, nem lehet feloldani. De ott állok mindig mellettük, és tevékenyen mutatom, hogy mit, hogyan kell, és nincs idő vacilálásra. Tehát akinek jár sejmet festeni, a fejében készen kell lennie annak, hogy majd mit szeretne. Tehát először ilyen hihetetlenül hangzik, de úgy látom, hogy mindenki sikerélménnyel távozik.
alkotótársaival és néhány ismerősével ezen a nyáron utaztak le az Adriára, egy Dalmát-kis-szigetre, ahol egy hetes sejelfestőtábort hoztak létre. Voltak köztük olyan utitársak is, akik nem festeni mentek, de Andrea tudta, úgysem bírják ki, hogy ne próbálják meg a sejemfestést. Így is lett, hárman is, akik nem azzal a célzattal jöttek, hogy sejmet fessenek, azért csak rá vettem őket, meg kedvet kaptak a többiektől, hogy jaj, hát ez milyen gyönyörű dolog, főleg a tengerparton, sirályok jöttek, a tenger zúgása, tehát az is egy szabadságos érzést adott. Az alkotótáborban készült sejjen festett alkotásokkal tervei vannak. Lehet, hogy mi is láthatjuk majd nem sokára ezeket, talán egy tárlaton.